No! Hol is fejeztem az előbbi videót? Felraktam a sarkokot. Azt fémeztem, én nem fémeztem. Felraktam az allókot, meg a fekvőköt. Mind a két oldalon. És azzal vége a papírozásnak. És akkor nekiálltam, felraktam az ablakok körül a vasakot. Így az is megvan. Na, úgyhogy két straight flex maradt. Ez fent, és az lent. És ennyi. De most már nincs időm vele foglalkozni, mert el kell menjek. Volt ma ezben van egy meló számítógépes. Ugyanaz, mint a minap csináltam a Dollar Store-ba. Ezt menjek, gyorsan megcsinálom. Egy órára van innen. 141-es exit. Megcsinálom. Akkor jövök se. Jövök meg a Home Depot-ban, még felveszek, hogy legalább 3 doboz padlót. És akkor feldobom, miután hazajöttem. Straight Flex-et. És már annyira meg lesz száradva, hát már meg vannak száradva a flettek, hogy lehet ide tenni a second coatot, badjointokra és a flettekre, sarkoknak is felit ki lehet húzni. Most még nem, de este. És a vasakot is meg lehet kenni este. Egy kicsit tokány lett ez a vasozás. Főleg az ablakoknál, ugye, mert... De jó van az úgy, mit számít. Na jó. Akkor ennyi. Jó, még csak annyit akartam említeni. Így ezzel a tépeléssel kapcsolatban, hogy... Annak idején, mikor én tépeltem, mi nem itt tépeltünk, tehát nem kézzel raktuk fel a papírokat. Úgyhogy én ilyent soha nem csináltam. Hát csináltam egy kisebb darabkalkon, ha leesett egy papír, vagy egy kézzel egy-egy darabkalt meg kellett. De ilyent, hogy ilyen hosszú papírokat feltegyünk, ilyen nem csináltunk. Tehát Benedek Laci ment a bazukával, bazuka az egy ilyen automata tépelő szerszám, úgy néz ki pont, mint egy bazuka, ilyen cső, hosszú cső szerszám, belétőtöd a kampándot, belépumpálod se, így kötek papírt reakasztasz, így ne, mész végig vele, papírt megmarcs anyagba, teszi fel, úgyhogy mi csak mentünk Laci után. Futtunk se, vajpoltuk a 8-as késsel. Ó, nagyon öreg 8-as kés. Ezzel húztuk le a fletteket. Így ne futtál végig, itt nem voltak itt taknyolok, húzogatom óvatosan. Beálltál a Laci után a közepire, húztad. Kész. Másik felé, kész. Badzsony. Egy. Kettő, ennyi, bang, bang, ez a szoba meg volt tépelve 10 perc alatt, hát nem 10 perc alatt, de éppen fél óra alatt az összes papír fel volt rakva, ilyen módszerrel, sarkokra is, bazukával a sarokba is le lehetett a papírt tenni, pak, sarok, direkt sarok kizélő vajpoló is volt. Szerszám. Nyélen. Érdekes volt, mondtam és Lacinak az elépvel felhívtam, beszéltünk, mert straight flex-szel kérdéseim voltak. Mondom, miért nem csinálsz videókat, annyi érdekes videót tudna csinálni ott a munkától, amit csinál. Sok érdekes szerszám, amikkel dolgoznak. Dolgoztunk. Dobozokra, amikor teszik a második rendet, akkor nem izével kell, nekik késekkel.
Arra is szerszámok, vannak ilyen dobozok, second doboz, akkor finish doboz szélesebb. Azt is telipumpálja anyaggal, hogy áll a flett alá, és akkor csak így menjen. És teszi rá az anyagot. Érdekesek ezek a tépese, glettes szerszámok. Nem tudom, otthon ilyennek kell dolgoznak-e, de ja, itt Amerikában a profik, hát vannak kézitépesek és profik, de ha akarsz haladni gyorsan, akkor ezekkel a szerszámokkal lehet a leggyorsabban haladni. Csiszolás, gépi csiszolóval, nagy koronggal, belkötve a porszívó. Ugye minden géppel nem lehet megcsiszolni, de a fletteket, a jointokat meg lehet. Sarkakot kézzel. Na jó! Menjek! Ja, most szétekteket felrakom, s second coatot ma este re akarom dobni. És... hónap szombat megcsiszolom vasárnapra a finish coatot. Hétfőn megcsiszolom. Na mindegy, olyan előre messzire ne gondolkozzunk, menjünk, hogy haladjunk. Na! Á, gyerekek! Tegnap hazajöttem 7 órakor, este lefeküdtem, s reggel 7-ig aludtam 12 órát. Na, úgyhogy tegnap nem haladtam semmit, de jó a cucc. Megvan minden száradva, minden olyan, mint a csont, hogy lehet így kenteni. Mert a fel kell dobjam gyorsan ezt a két straight flexet, egyet lent, egyet fent, és akkor el kell lépjek, meg kell csináltassam a traktorgumit, még akarok hozni két lent padlót a Home Depotból, napvilágra szendezzem le, és akkor délután jönnek a lányok este felé, 4-5 felé, és... ja, az este állok neki a second coatot feldobni. Na, itt a straight flex. Felhívtam Benedek Lacit, hogy magyarázzál pontosan mit, hogy kell. Hát nem most, még a tegnap beszéltünk a szóval. Emlékeztem nagyjából, mert én is csináltam egy kicsit straight, nem sokat, de Lacit sokat láttam csinálni. Én egy-egy darabkal itt ott feltettem, de lényeg az, hogy levágod méretre, megfogod tenyérrel, kicsit így összehúzod, összehajtod egy kicsit, és akkor veszed az anyagot. Úgy látom, az egy vider anyag el fog fogyni, mikor ezt a két stejtet felteszem, úgyhogy az első kót egy vider anyag, második kótra el fog fogyni. Látnám, fog elfogyni egy teljes vider. A három vider mindenképp elég lesz, még meg is marad. Na, úgyhogy ki van ide rakva. Tehát itt végig menjek, ugye ez nem 90 fokos, hanem egy kicsit nagyobb szög, annyi lehet, mit tudom én, 120 körül. Megkenem mind a két felit, csak így visszintesen egy csíkot, tehát nem ilyen vastagon, hanem egy ilyen fékés vastagság, vagy ilyen 3 incsesen. Nem is kell, ha két, így vékonyan megkenem mind a két felit, és akkor azt straight flexet felnyomom, kicsit kézzel benyomom, beállítom a közepét, kicsit benyomom, beállítom. Akkor a széleit lehúzom, azt úgy húzod le, nem úgy, mint a sarkot, hogy teljesen beteszed a kést, hanem csak a szélre teszed, nem teszed be teljesen a közepéig a kést. Na jó, a lényeg az, hogy gyorsan kell dolgozni, hogy ne száradjon az anyag, mivel ugye egy darabból teszed, és mind a két felét megkened. Ja, gyorsan kell csinálni. Felső felét lehet, hogy két darabból teszem. Laci azt mondja, hogy lehet jobb, ha két darabból teszem, mert ugye ott lassabban fog menni a kenés. Azért, mert nehéz, és ugye ez zártabb ez a szög. Ez lehet egy olyan, mit tudom, 60-70 fok. Nehezebb kenni, meg lyuk is van, meg fel kell ajk egy videóra, videóról kell kenjem. Úgyhogy... de lehet, megpróbálom egyből felrakni.
Na egyet előbb gyakorolok ott a lántinat. A lánti könnyű, ez hamar végigfutok meg kell, nem? Na mindegy, dobjuk fel előbb a lántit, csak akkor... akkor meglássuk, hogy... hogy mi lesz a fentivel. Na, de elég jó. Elég... elég profin dolgoztam. Fajn lesz. Ja, látom, kommenteltetek sokan a videókon. Mondtátok, hogy tetszik a munkám, ahogy de ügyes vagyok. Oké, okay. Na.